Váljék egészségükre a vasárnapi ebéd, reméljük ez a mérkőzés nem fekszi meg senkinek a gyomrát. Magyarország, Spanyolország az 5. helyért a női kézilabda tornán. Az első találkozót is mi játszottuk az olimpián, és az utolsót is, pedig jobb lett volna az utolsó előtt itt. Az első meccsen egyébként Kínát vertük meg. Fehérben a magyar csapat. Kirchner, Ferling, Görbic, Radulovic, Lovász, Kulcsára kapuban pedig Bálinger, a mai kimaradó Pálti a magyar együttesből. Erre kell majd figyelni. Puce vitte be a labdát. Pareha, Bálinger! És Lovász meg is szerzi. Pareha megfogja Görbicet, aki tovább megy Lovászt. Onsina gyötörte a labdáért mindent. Természetesen Bohus és Pignicki védekezésben van a pályán, és helyettük érkezik támadásra Radulovic és Kulcsár. Ezt már megszokhattuk. Kirchner, Ferling, Radulovic, szinte lehetetlen helyzetből gólt lő. Kulcsárnak ebben a nyitott védekezésben, amit a spanyolok játszanak, talán több helye van. Kevésbé gyötrik. Most nála a labda, Kulcsár, gól! Elmozgott az emberétől, és belőtte. Most már jó a labda Onsinának. Bálinger! Alonso lazán akarta megoldani. Aztán Bálinger lazasága jött be. Szabálytalanság, és most azért örülhetünk, mert Ignicki hátulról fogta Andreut. Nem kapta meg a második 2 percét. Megint hátulról fogja, ebből baj lesz előbb-utóbb, így nem. Nem fújnak a játékvezetők, Görbic labdaszerzés után gólt lő. 16-11. Zsinórban a harmadik gólja Görbic Anitának. Igen. Onsina, Bálinger. Fraile. Bálinger. Ortuño próbálkozott. Kirchner indít. Pignicki. Sokan vannak. Nem elegen. Pignicki Krisztina második gólja. 24-16. Radulovic, Onsina elkapja, hiába teszi. Lópeznek kellett volna a labdát. Arra meg nem volt esély. 6 gólos Radulovic, befogta Frigundot a gólövő listán. 25-17. Ortuño, Fraile, Onsina, Bálinger, lehetett látni, hogy megfogja. Tóth Tímea bejött védekezésben, és most leszalad. 4. perc a második félidőben, 8 góllal vezetünk. Radulovic, Görbic, Kirchner, valamit csinálni kell úgy, mondjuk gólt kell lőni. Milyen jó ötlet! Kirchner, Erika, 2 gólos, 2-es ember hátrányból, 26-17. Belövi Radulovic. Vezeti a góllövő listát magányosan, Frülund nélkül. A kapuban csere volt, Eugenia Sánchez érkezett a spanyol csapatba. Amoros. Leaszérre. Bálinger. Radulovic. 10 gólos, 33-24, összesen 54 gólnál jár az olimpián Radulovic Bojana. Láb, és úgy gondolom, hogy számunkra vége ennek az olimpiának. Így is van, egy 9 gólos győzelemmel búcsúzik a magyar csapat, és 5. helyjel. Ma játszottunk néhányszor, néhány percen keresztül, de lehet, hogy negyed órákon keresztül úgy, hogy azzal többre vihettük volna. Máskor is játszottuk úgy, hogy azzal többre vihettük volna, de nem vittük. Az ukránoktól és a franciáktól 2 egymást követő mérkőzésen kikaptunk, összességében 5 meccset nyertünk, és mellette 2 vereség. Többet reméltünk, de most ennyivel meg kellett elégednünk. Még egyszer a végeredmény, Spanyolország, Magyarország 29-38, a viszonthallásra.